Srácok, én nem úgy gondoltam, mert direkt elhoztam az új Jordan, Harden, Kobe, Pippen cipőmet, hogy tudjuk nézni benne a meccset. Hallod? Ez egy LeBron. Soldier 11, Cula. Tényleg? Srácok, legalább a végét hadd nézzem meg! Szavaz, Gaven, Szia! Jöttem szekrényezni. Nézzük meg a cuccaid. Na szavaz, Tomikám! Tudod a járás, menjél be, aztán nézzél körül, megyek, csak megnézem még az összefoglalót, jó? Puh, na most visszakapom. Sziasztok, srácok, sziasztok, Lenyőként trunktom itt Double T vagyok, és valószínűleg néhányatoknak, aki igazán og ismerős ez a helyszín valahogy derenket, lehet egy kis dejavű, és ez nem véletlen, hiszen egy olyan szekrényben vagyunk, ahol már voltam, de azóta is sok-sok minden történt. Öreg cimborámat, Gavent a VSV-ből látogatom meg, papikám először köszönöm tényleg, hogy elfogadtad az meghívásomat, hozzátok, és hogy megnézhetjük most a szekrényed. Én köszönöm, én köszönöm abszolút a meghívást. Igen, ez azért lett ismerős, mert ez a Viki gardróbja, és megkaptam belőle egy ekkora területet, tehát hogy ezt fogjuk itt majd így bemutogatni, ami, ami konkrétan az én cuccaim, úgyhogy vágjunk bele. Van egy ilyen kis vitrinám most, az az igazság, hogy nagyon sok cipőm van. Tehát így brutális, ugye, mivel mi Players Room támogatottak vagyunk, rengeteg cipőnk van, de én most egy kicsit átálltam ezekre a Jordanekre, nike -okra most egy ideje, és ezek azok a cipők, amiket lényegében a mindennapos használatba hordok. Látom, boci, meg a, a, főbőr, megjött a főbőr emberünk. Szervusz. Ticana. Bemutatja a amúgy ő, ő, tehát egy... Boci? Boci, boci. Boci, neked melyik a kedvenced? Hát melyikbe szeretsz a legjobban beleülni? Na, de lehet, hogy nyilatkozni, mert nem szeret. A Rohan szereti. Michel, Az enyémet. Mi itt elleszünk a videóban, az biztos, és hallgatunk téged sok figyelemmel, hogy ezek közül neked melyik a kedvencet talán, amit így ránézésre, mert a nézőknek is feltűnik nektek, hogy ami így a legkülönlegesebb ezek közül talán, az ez a jó szegít, ez a gondám magas szárú van. Bam! Ez egy brutálisan jó csuka. Ezt, ezt karácsonyra kaptam Vikitől és gondolkodott nagyon, hogy, hogy jordan Jordan, mert most tényleg a Jordaneket szeretem, és aggodalmaskodott rajta, hogy vajon örülni fogok-e neki, de hát mikor kinyitottam az ajándékot, hát beszartam, hát ez ami embertelen jó cipő, tényleg kényelmes és gyönyörű, szép. És... és, van két különleges része, pontosan, az egyik az hús, a pipa, Igen. cserélhető. Ez itt vannak is kiegészítők, tehát hogy fel lehet rá rakni a sárga pipát, a másikon pont van sárga is, úgyhogy azt is megmutatom, mert és így van. Tehát, hogy megy a sárga cuccokhoz, piros cuccokhoz, meg hát nyilván az arany az meg tök király, hogy, hogy az is van benne. És ez egy ilyen, jó, utána néztem egy kicsit, nyilván nem vagyok egy sneakerhead, mint te, de utána néztem, hogy ez valami robotról mintázta a csókat, ezt Pontosan, láttad? Pontosan, hát sőt, ami az igazán izgalmas ebben a cipőben, ez egy japán anime franchise-nak a kollabja különben, ami az egyik kifejezett uh, novelle, tehát az egyik könyvük uh, alapjára készült el ez az egész, és ugye azért is van itt ez az unicorn is itt a sarken, amit megmutathatunk esetleg, várj, ez merre nyílik így, jól csinálom, jól a szép csináld, töröm. Jól csinálod, de segít. Ó, Ó sikerült ez az tehát amit itt láttok a sarkán, ez a kis egyszarvú, sem véletlen. És ahogy mondtad, igen. Tehát azért látszik rajta ez a robot ihletés, és ez még nem minden, ugye. Mert Gaven, ugye egy olyan cipőrajongó, aki valójában hordja is a cipőit, ahogy ezt láthatjátok. És itt például egy kicsit meg is kopott már a cipőn a festék, és ez nem is véletlenül van így. Elmesélte, hogy mi ennek a sztoria? Igen, én ezt ö, akkor fedeztem fel, amikor így, hát nyilván megnézegeted legalábbis, én megnézegetem a cipőket egy alaposan, amikor megveszem, milyen a ragasztás, milyen minőségű, és feltűnt nekem itt a, a, az orránál, meg itt, hogy egy kicsit piros alatta. <laughs> ö, és nem tudtam, hogy miért, mert ilyet én még nem láttam, és elmentem benne fellépni, és nyilván hát lerúgtam a cipőt, hát ezt használjuk, és itt, ahol lerúgtam, ott látszik, hogy piros a fehér réteg alatt, piros a cipő, tehát hogyha ezt így megkapargatod, vagy összerúgdalod, akkor, ha. akkor ilyen piros kis foltok lesznek rajta, Uh, amúgy tök jól néz ki, de én ennek így, így tök örültem, ez egy ilyen extra Aha. dolog. Egy kicsit ez kombinálva lett ez a koncepció, például uh, ezzel a, ezzel a szvús cserélőssel is, ami ugye az első Travis uh, Air Force 1-esnél volt látható először a Nike-nál. Be te azt Be a cserélhető nézgetem. pipás Air Force 1-est? Igen. Figyelj, nekem amúgy most nagyon uh, motoszkál a fejembe, meg nagyon nézegettem, és uh, úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy befektetésnek fogok venni egy ilyen fragment Travis, nagyon tetszik, és ezt nem akarom hordani és így szép Éppen elteszem, aztán egy pár év múlva meg veszek belőle valami házat, érted? Nagyon komoly. De figyelj, mert <laughs> vidéken, a befektetés... Szigorúan vidéken egy, szigorúan egy vidéken, fontosan. Hogyha már a befektetéseknél tartunk, akkor ne kanyarodjunk el túlságosan a témáról, de például te azért egy nagyon új generációs felfogású ember vagy, hogyha megnézzük itt a cipőid is, hogy ezt mondjuk az ilyen kriptóhoz, meg az nft khez fektetnél ilyen be ilyenbe, hogyha ugye ti már egy ilyen ruhás szekrényben egy idő után az ember lett, hogy ráhúna a ruhákra, és azt mondja, hogy kell valami menőbb, és Vikivel itt két év múlva nektek is egy NFT NFT gyűjteményetek lesz? Én, 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 hogy mondjam, annyi sok mindent hallani erről a kriptóról, meg, meg, a mindenről, bitcoinról, ilyenekről, hogy nem mélyedtem annyira bele, nagyon sok ember megtalált ezzel, hogy fektessünk ebbe, megnézzük meg, de most éppen azt hallottam, hogy például most a bitcoin 40 ot Nagyon e összeomlott, igen. Ugye, hogy összeomlott, Pontosan. és, és most vannak ilyen vállalkozó ismerőseim, akik lényegében ebből gazdagodtak meg a nulláról a, a bitcoin és akkor most úgy, tehát hogy nekem ez nem egy kézzel fogható valami, tehát én még mindig Aha. úgy vagyok egy, a vállalkozásokkal, meg a befektetésekkel, hogy most nyilván a legegyszerűbb az ingatlan, vagy pedig egy olyan vállalkozás létre, létrehozni, jól működő, vagy hiánypótló, vagy egy tudod, hogy egy ideig jól megy. Én ilyenekbe gondolkodok, nekem ez a, ez a kriptózás, meg ez a bitcoin, ez, ez, nem az én világom. Alapjáraton se vagyok egy ilyen, hát hogy mondjam, nekem van egy laptopom, és kb. egy hónapban egyszer kapcsolom be. Nyilván most már minden telefonon meg lehet oldani, szerződéseket, kutyafaszát alá tudod már írni, de úgy annyira nem is azt nem is soha nem is voltam ilyen, ilyen nagy, tehát hogy nem ültem le a számítógép elé, és nem foglalkoztam ezzel, én inkább ilyen. Ilyen, ilyen való világember vagyok. Um. Na hát jó, hogy erről beszélsz, figyelj. persze, hogy nem véletlenül tettem fel neked ezt a kérdést. Ugye ti az ilyen befektetési kérdésekben mindig adtok azért tanácsot az új generációnak, meg a felelősségvállalásban, Igen, Igen. azért a, a el el-elhintesz el benne egy-egy mondatot, ami azért arra ösztönöz mindenkit, hogy szépen, ugye nem kell rögtön nagy autót venni, hogyha az ember meggazdagodik, nem kell rögtön ö, a legdrágább cipőkbe fektetni akár, hanem csak szépen lépésről lépésre építgetni. Jó, de hogyha már újra szóba kerültek a legdrágább cipők, akkor szerintem a másik ilyen nagyon feltűnő, Darab itt, az ez a Jordan 1-es egy ilyen nagyon gyönyörű arany színállásban, amit Igen, így ez egy, ez a szemünkbe csillog szó szerint, mert az elmúlt néhány percben. Ez annyira vadonatúj, hogy ez, ez még nem is volt rajtam, ez körülbelül a héten jött meg ez, a, ez az arany. Nézegettem, hogy hogy melyik, melyik egyesek lennének azok, amik, amik még tényleg hiányoznak a gyűjteményben, mert ha megnézitek, akkor szinte fajta szín van, ami mondjuk az én ruhatáramba szerepel. És a, az volt az, ami, ami, amit így nagyon szerettem volna, de sehol nem lehetett kapni. Uh -huh. És uh, szóltam egy pár barátomnak, hogy nézzenek már utána, hát ha találnak, de hát sehol nem lehetett kapni, mert ugye ez már nem egy mai darab, nem tudom mikor jött ki, de, de nem friss, tehát nem olyan, mint tudom én itt a többi, hogy van belőle egy csomó. Uh -huh és Viki találta nekem a neten, valószínűleg Szingapurban ezt a cipőt, és képzeljétek el, hogy tök jó árba volt, mert lehet itt árakról beszélni, Nem úgy, vagy kell is? Na, szóval ez ilyen... 70-80 ezer forint körül volt fönt Szingapúrban, és ez az egy darab, egy, egy, egy ilyen resellernél, és 110 ezerbe meg is jött igazából ez a cipő, négy nap alatt Szingapúrban. Tehát el se hittem, hogy például van egy ruha, nekem van egy Travis Jackim, az alapjáraton egy ilyen 100 ezer forintos kategória, azt hiszem ilyen 100-120 ezer a rendes, annyira lehetett megvenni. De nyilván az a Mac az 20-as, ha jól emlékszem, és nekem ez tavaly kellett, nyilván már nem lehetett venni official helyeken, és egy Csikágói srácnál találtunk, és hogy is adta oda? 170 ezerért adta, mondtuk, hogy jó, akkor legyen, ez volt a szülinapi ajándékom, ezt Viki intézte nekem, tudta, hogy nézegettem ezt a kabátot, mint látta Instán, mindig keresem, hol van, nézzél, meg boltokat, de nem találtam, és itt talált egyet Csikágó, és kérdezétek, megjött a levél, hogy ott van a határon, levámolták, és csak erre visszacsatolva, hogy mennyi a szállítás meg a vám, ha így, így lecsap, lekapcsolják. az áfa volt 50 ezer rá, valahogy így, és még nem akarok itt teljesen hülyeségeket mondani, de azt hiszem, hogy 240-re jött ki a végén. 170 volt a kabát, és 240-re. 240 -ért, ért haza. Tehát, hogy így azért eléggé, eléggé, húzos. Tehát nagyon meg kell gondolni, hogy honnan rendelsz, és van, amikor ilyen tök jól kijön tényleg, hogy hogy nem kerül olyan horrorisztikus összegbe, de ezt mindig rá kell számolni. Tehát itt egy gyönyörű mid egyes Jordanről beszélünk, nézzétek meg egyszer így közelebbről is, és akkor én közben itt így át is dobozolok, és miközben ezt kiveszem, majd azt visszapakolom, de például ez az egyes alacsony szárú pollen színállású Jordan, egy nagyon-nagyon rikító darab. Azért régen te inkább hogy is definiáltad még, amikor a sneaker talkban voltál nálam? Szín alapján választok, ami ugye lehet fekete, fekete, fekete... És szürke néha szürke még néha fekete? talán fekete. Ja. Fekete. Én úgy vagyok, hogy nekem vannak kedvenc csapataim, azokhoz felveszem, mint a undorító bordó a Cleveland, de felveszem azt is például. Van egy filám, amit láttam a videódat, és bemutattad egy ilyen klasszi, az a nagyon klasszik igen. igen, 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 igen Olyanom van nekem is és az annyira jó cipő, az nagyon kényelmes is, meg fehér, tehát én is inkább Neki a fehér kezelem. Ugye, hogy az az nagyon jó, és inkább a fehér cipőket részesítem Szerintem részes az matinak is tetszenek különben. Most Sincs ez a... más, másról elrulkodik most? Teljesen másról. Eh, amúgy ebbe meg lehet keresni a megfejtéseket, meg, a, meg az élet dolgait, de amúgy mindig így, tehát hogy mondjam, ezek a, a színek azért így. Egy stílust adnak, meg valahol a, a hangulatot is tükrözik. Tehát, hogy abban az időben egy ilyen sötétebb ö, hangulatban voltam, ö, az egész életem más volt, és a, a lényegében nekem ez, hogy mi a Vikivel megismerkedtünk, meg most már, ugye, hála Istennek, ö, idén már, ugye, esküvőnk is lesz. Gratulálok! Wiki, köszönjük szépen! Viki nagyon-nagyon nagy hatással volt rám, ő imádta a stílusomat, ő mondta, hogy nyilván azért is tetszettem nekem, nem csak az egy mert gecióképű vagyok, meg jó fej meg vicces, hanem mert hogy tetszett neki a stílus, és ő nem akarta ő megváltoztatni, csak mondta, hogy próbálja ki színeket, mert hogy nekem jól áll, és nem tudom, és így elkezdte folyamatosan nyitni, meg folyamatosan felvenni vele a ritmust, mert ő ugye hát brutális módon tök jól öltözködik, nagyon stílusosan, meg minden, és hát aztán láttam én is magamon, hogy, hogy nyitott vagyok erre a változásra, és tényleg, ahogy mondtad is az elején, hogy teljesen átalakult a, a ruhatárom, az öltözködésem, az egész ehhez a High Beast vonalhoz való hozzáállásom, hogy így megértettem, hogy mitől mi, micsoda, mert én eddig ebben nem voltam egyáltalán benne, nem nem annyira érdekelt, hogy mi van rajtam, az azt számított, hogy jól nézzen ki, legyen New Era, meg Jordan, az kész, és most már teljesen máshogy állok ehhez a kérdéshez, és nálam egy ilyen óriási nagy ilyen ablak a világra, így, így kinyíltam, de hát ezeket én még mindig még csak tanulom, mind a márkákat, mind a, érdekel és tetszik és szeretem, de nyilván én nem ebbe születtem bele, én egy más generáció vagyok, de próbálom felvenni a ritmust, meg megérteni, hogy mit szeretnek ebbe. Ez például annyira úgy, hogy ezen még a trutus szólos cucc is rajta van, ezt se vettem még föl, de, de igen, tehát ez pont azért rendeltem, mert a nadrágokhoz rendelek én általában cipőt, még nyilván hát a ruháimat tudom, hogy milyen színűek, de például egy ilyen alacsony, Jordan, ez egy jó egy bőgatyával. De például ezek a, ez, ezek nem annyira jó bőgatyával, és van olyan, aminek nincs összehúzva az aján. És van egy tök jó gatyám, amit nem tudtam mordani azért, mert a magas szárúakhoz nem jó, azért Azért vettem. Uh -huh. Na és már a stílusodnál tartunk, és a változások például ez a fülbevaló, az meg volt már korábban, vagy az most lett? Mert az neked volt már fiatalon egy, egy lázadó, gangster korszakot stílusilag, aztán ugye egy ilyen dob klasszikusabb, és aztán most újra egy ilyen nagyon vad, más értelemben, mint korábban. Igen, nem voltam úgy fülbevaló. Mindig akartam, de hát ez kurva jó sztori, mert elmentem ilyen 18 évesen kilövetni a fülemet csak nálunk, ahol én laktam akkor Tabon, a, ahol lőtték be a fület, az a tüdőgondozóval egy épületbe volt. Ma már az épület sincs meg, azt hiszem. De a tüdőgondozó és fülbe lőtett, és bementem, és ott köhögött mindenki körülöttem, és én meg így jöttem, hogy baszki, nem, hogy már tbc és legyek, azért meg kijöttem fület lövetni, és hagyjuk a francba. És akkor annyira elment a kedvemtől, hogy utána soha többet. És most, ugye neki álltam újra tetováltatni, hát e, ez az egész karom, ez lényegében. Arról is, is majd ilyen. beszélünk mindenképp. És ugye a tetováló szalomba, Ö, lőtték mellettem a füleket, meg piercingeztek meg minden, és így, hát mondom, baszki, ha már itt vagyok, meg vagy még egy szünetben kilövetem a fülemet, és így mondtam is a vikinek, mondom, mondom, azért jó, ha ezekről tud. Tehát nyilván ez, ez, megbeszélünk mindent, és így, de már előtte két héttel beszéltünk erről, hogy neki ez nem annyira jön be, mondom, rápróbálok. És egy viccből mondta, hogy csinált. És be, kilövettem, de egy akkora atom nagy fülbe valót, lövettem bele, hogy hazasztott, és így húzta a fülemet le. És így egész este így néztem, és így mondja, hogy én ezt nem bírom megszokni, ez, ez nagyon, mint egy kalóz, tudod. És így akkor betetettem egy kisebbet, és ez már tetszik neki. Nekem mindig is tetszettek a fülbevalók, meg mindig is ilyen tök jó stílusnak éreztem meg szerintem nekem is kurva jól áll, mert amúgy rajtad kívül, kb. szerintem, amióta megvan, két ember kérdezte meg, hogy mindig volt-e, mert illik az arc. Van, akinek tudod, kilövetés, anyád, ezt ez mi a fasznak csináltad, de nekem meg olyan, hogy illik az arcomhoz, hát, azért van annyi érzékem hozzá, hogy látom, hogy tényleg jól áll. Tehát új a főbevaló. És sőt, hogyha már szóba került egy nagyon Vicces és érdekes közös pont ugye bennünk, hogy te tabról származol. Így van. És az én apukám is Tabi. És amikor még annó Denisszel forgattuk az egyik ilyen sneakeres videónkat közösen, akkor valamit mondtál poénból, hogy hát nem vagy megyek vissza Tabra, mondom, hogy mész vissza Tabra, milyen Tabra. Hát tabra, tabra. Mi, 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 közöd neked tabhoz? Hát én tabi vagyok, mondottam. Mondom, ne hülyéskedj, az apukám is tabi. ne hülyéskedj. És aztán filmen keresztül, amíg eltunk a kamerákkal, édesapám és Gaben csak kint üldögéltek és beszélték, hogy ja, ott az abban az utcában, igen, Szivarogat ott a templom alatt, meg a izé az és megbeszéltük, ki kinek volt a szomszéd, a Laci bácsiakat ismerte, persze, hát a izé volt a, a Zoli bácsiak, persze. Hát igen, hát ez így, így működik, igen, igen. Így működik ez, úgyhogy, uh, ja, Kicsi a világunk, valahogy minden összeérés, és ettől válik minden igazán különlegessé. Na, na, melyik még ilyen favorit, favorit voltál favorit a cipő közül? Ez volt ugye rajtad a dubai klipben. Így van, ez volt. ez Ő, ő a, hát ugye a nulladik Jordan. Aha. Mert őt rendeltem először. Na, vajuk, ezt ez, meg. A, ez a Gold, Black Gold Jordan, és ezt direkt ez úgy akartam, hogy. Ez megint csak így visszacsatolva, hogy. Akartunk Vikivel egy ilyen olyat, ami mind a kettőnknek van, és Aha. ezt egy meglepetésben megrendeltem egy ilyen couple be hogy akkor majd milyen jó lesz. E jó. És valamiért voltunk a váci utcában, és akkor bementünk a, a Trutuszolba, és mondja Viki, hogy hát ő akar egy Jordan, mondom, jó, ezt nem tudta, hogy megrendeltem már, csak még nem jött meg. És akkor bementünk, és akkor ezt a karbont ajánlották ott a fiúk, és felvettük, és mondom, atya úr, Isten, ez a, ez a, ez a karbon, meg lakhat hát rögtön, és akkor ebből is vettünk egy közöset. Tehát ez a Úgyhogy van két kápol. Ehhez a kékhez van sztorit például? A ha már itt a... neki egy ilyen centrális középső elhelyezés van, egy ilyen nagyon-nagyon szép. Ő neki annyi a sztoria, hogy nagyon tetszett a színe, és ott pedig a Balázs Ö, ő is egy nagyon ügyes ö, árus, és nagyon-nagyon jó fej, és vele sikerült ezeket így elrendezni, hogy, hogy hát ez tőle van, meg ez a narancs is tőle van. És e, ő az, aki nem Jordan, hanem ő csak egy, ez -e, ő csak egy dánk. Csak? Bánk, hát milyen csak? Csak, csak ez egy dánk. Ez az ízter, egyik ilyen easter ugye ez egy ilyen pasztelszínű irányzat erősen. Igen, és ezt ez, azért szeretem nagyon, mert ennek tök jók a színei, és ezeket ezeket bármilyen színes kabáthoz fel lehet venni, és tök jó hozzáöltözködni, mert be van benne csomó szín. Figyelj, amúgy, minden... hogyha már itt tartunk, mert ugye azért látszik, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy zseniális dolog, hogy, hogy ennyire különböző dolgokat már bevállalsz. Hát, hogy tökre, teh, figyelj, egy ilyen fekete lag jordan kezdve egy ilyen pasztel színű, de mit gondolsz, hogyha mondjuk előbb jön el nálad egy ilyen változás? Nem is tudom, persze nem voltál akkor biztos, hogy ez az élethelyzetől is függ, nem voltál megérve emberileg bármi, mondjuk tíz éve nem akartál így öltözködni, de mondjuk ha Picsa LP-t egy ilyen cipőben adtad volna elő, szerinted ugyanúgy legitimnek elhittek volna, és kredibilisnek, és igazi street knowledge arcnak, vagy pedig azt mondták volna, akkor, hogy nem menjél már innen. Ez egy jó, 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 kérdés, meg jó nehéz kérdés amúgy. Ö, én úgy éltem ezt meg akkor, vagy mi akkor tényleg annyira nem foglalkoztunk, hogy hogy, hogy nézünk ki. Tehát tényleg ezek a nem volt pénzünk, nem volt, de nem is tudom milyen cipőm volt, de lehetett látni, hogy milyen hatásunk volt mondjuk így erre az underground közegre, hogy ahol felvettük a Picsa LP-nek a promóját, ott annyira hideg volt, ez egy fűtetlen, ilyen lakatlan ház volt, ahol, ahol a borító volt, és egy ilyen promó videó is született, még a mai napig fönn van a Youtube-on, és két pulóver volt rajtunk, mert annyira fáztunk. Volt egy sima BSV-s merch pulóver, és arra rávettünk még valamilyen semmilyen ilyen cipzárasat, és, az, és a gyerekek, a rajongóink elkezdtek így öltözködni. Annyira vicces volt, hogy, hogy velünk azonosították ezt, tehát, hogy, hogy ö, mentünk a koncertre, és mindenki dupla pulóver volt, és itt olyan vicces volt, hogy ki, mi csak az felvettük a videóba, mert fáztunk, és ezzel egy ilyen, akkor ilyen 2010 környékén egy ilyen divat ö, hullámot indítottunk el. Nyilván akkor még kevés embert értünk el, meg kicsi volt a rajongótábor, meg akkor indultunk, de ez ilyen tök jó flash volt, hogy hatással vagyunk az emberekre. Ez mióta van meg? Ez, várjál csak milyen nap van, szerintem ez a lehet, hogy a, 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 hét elején jött, vagy a múlt héten. Valahogy így, de ezzel a nadrággal egy időbe érkezett meg, és tök jó volt, mert amúgy ehhez a narancs cipőhöz rendeltem nadrágot, és ez a cipő aznap jött meg, és mondom, baszki, hát ez full egybe van, és aznap volt egy ilyen közös fotózásunk Vikivel, és ott már, ott már el is lőttem ezt a nadrágcipő, kombinációt lényegében. Van, aki a pénzét egy szarba tartja, én a bankba raktam, ez a jó ah! 99-es New York Knicks. <laughs> <laughs> 99-es, érted? Egy Herbert, ezért uh, Williams, egy senki nem tetováltatott, még saját anyja, egy kör, Thomas -e. Jó, ők már itt már híreségek, tehát itt a Spreewell, meg itt a Larry Johnson ellen, Houston, meg a Marcus Gamby azok, igen, de ezek senki. És ezek ennek, ez volt a legnagyobb sikere, 99-ben egy második hely a döntőbe, Az érted? Tehát, hogy nem volt bajnok, semmi, nem jó. Sokak először csak cipőket szereznek be, aztán mennek át a ruhákra. Nálad ez nagyon párhuzamosan történt, mert ahogy látszik, Travis PlayStation kollab felső, azért egész komolyan összeraktad a ruhat fruhatárt is. Igen, nálam ez pont fordítva jött, hogy nálam először a ruhák és utána cipők. Tehát nem, nem is tudom, talán egy ilyen pár hónapja foglalkozok úgy vele, hogy milyen cipő legyen hozzá. Úgyhogy nálam ez tök fordítva volt, a ruhák előbb jöttek. Van ö, favoritom, nyilván a Travis tudszok nálam azok, ö, nem csak a Travis Scott miatt, mert hogy annyira szeretem, ő egy nagyon jó előadó, de ugyanúgy hallgatom, mint akár mindenki más, nagyon szeretem, de viszont a ruhái, a színek, amikkel dolgozik, hogy majd mindjárt elkezdem kiszedegetni, de ezek a jó, fekete nyilván az tök jó, de ezek a barna színek, érted? Az, az olyan, hogy, hogy barnát, ki a tökön vesz fel barnát, mm. érted? És hogy ő behozta ezt, és, és, nagyon, nagyon ilyen egyedi, és a minták azok, amik engem így megfogtak, amik, amik... én régen is ilyen cuccokat hordtam, mit mint egy tíz éve, amik ennél... jó, ne, mint például ez, hogy van egy nagy minta, és ez egy időben ugye teljesen kiesett az ruhatáromban, és ezeket a blank cuccokat hordtam, meg mit tudom én, csapatlogók, tök, mint NBA, és...